Ez már a jövő. Új hősök születtek hazánkban a kutya évében. Egy kínai-magyar szerelemnek köszönhetően elképesztően megerősödött a magyar gyorskorcsolyázó olimpiai csapat, és végre Magyarország is 2018-ban megtapasztalhatta, hogy milyen meghódítani az örök hó birodalmát, hiszen végre a téli olimpiai játékokon is aranyérmet szerezhettünk. Liu Shaolin Sándor és Liu Yu Shaowang következik a mai propagandában, vagyis két tehetséges fiatal olimpiai bajnok. Na, hogy tetszik? Ja, ez nagyon jól néz ki. Itt lagytok gyerekkorotok óta? 2003 óta pontosan. Hát ebben az az érdekes, hogy egy ilyen régi pesti bérház tulajdonképpen bárhol lehetne, nem? Igen. Tehát, hogy így, most, hát az most akár tényleg a belvárosban is. Kőbányán vagyunk, de lehetne. Az 5. kerületben, 6. kerületben, az Újlipótvárosban. Én imádom ezt a régi Budapestet. Mi is nagyon szeretjük. Ti szeretitek? Ez a régi feeling. Old school az egész, szóval. Old school? És ott még ül a néniként, még itt mindenki nyitott ajtóknál. Szóval csöndes, csöndesen. Kőbánya tetkod nincs még? Kőbánya nincsen. De mi van? Ez a családi hovatartozás? Ezt már olvastam. Ez nektek ugyanaz, ugye? Igen. Ez van. Ez hogy mindenütt ugyanaz a nap, csillag hát meg nem, a hold. Hogyha nem vagyunk együtt, akkor is felnézünk az égre, akkor látjuk a napot, vagy a csillagot, vagy a holdat, és akkor így is egymásra gondolunk. Tehát ennek ez lenne az üzenete. De családi, neked még csak ez az egy tetkó? Aha, nekem most készül majd nekem is az alkalomra jön egy olimpiás tetkó. Az ugyanez lesz, mint ami van Sanyinak? Hasonló lesz, de az enyém jobb lesz. Szóval. Kinek az izmosabb a lába egyébként? Szerintem Shaowangnak, nem? Szerinted ki? Egyből. Azonnal adunk a popnak. Jó fénynek kell lenni. Ne beszélgessünk semmi értelmes dologról, csak az izmokat fotózni. Mutasd, de akkor kettőt tegyétek egymás mellé? Nem bírom felhúzni a nadrágot. És honnan jó fotózni? Innen vagy innen? Alulról. Feküdj le. Alul? Mert szórakoztunk. Szép volt, fiúk! Köszönjük. Köszönjük szépen. De már! Az egész ház nekik drukkolt? Igen. Nézték, akkor itt üvöltöttek a tévék, nem? Olimpiai bajnok a magyar csapat! Köszönjük szépen! A kellett is egy furtolás. De ti tudjátok. Na jó, menj, bemutatjátok akkor nekem egy kicsit Kőbányán. Menjünk. Kőbánya City. Kőbánya City. Végül is az kiderült számotokra, hogy miért vannak bizonyos kerületek kijelölve a kínaiak számára? Tehát valószínűleg ti is azért kerültetek Kőbányára, mert az apukátok, aki kínai, az valamiért ezt választottak. Szerintem amikor bejöttek a kínaiak ide Magyarországra, akkor szerintem nem direkt ezt a helyet választották, csak egyszerűen ide kerültek. Ide. Ugye itt volt, itt lett a piac, igen, itt volt, és közel volt nekik. Igen. Hát ha megnézzük, akkor itt is van egy kínai templom igazából. Tényleg, ott van. Ennek egyébként apa festette meg a címét is, vagy hát ami rajta van. Komolyan? Látom, ott benn van egy aranybutha, de ezt egy pillanatra azért nézzük meg. Jó napot kívánok! És ide főleg kínaiak jártak, vagy magyarok? Főleg kínaiak. Főleg kínaiak. És nektek kellett ide járni gyerekként? Igen, voltunk. Szia! Hello! Csak fiúkkal forgattunk, és mondták, hogy az apukájuk festette ezt a táblát. Szóval voltunk bent kiskorunkban nagyon sokszor, és leginkább csak kajánni jártunk. Apának a testvére bent van. Be akartok menni? Pillanatra be, persze. De jó. Kőbányai körutazás. Köszönjük szépen. A kőbányai vendégszeretet az már csak ilyen általában. Tényleg. 9点就开始录。Nem akarunk zavarni egyébként, mi csak itt elindultunk egy ilyen kőbányai túrára, csak így meglátták a fiúk a templomot, és mondták, hogy az ön testvére festette a táblát. Vagy ő is benne volt az alapításban, apának a testvére, ő benne volt az alapításban, és akkor neki is köszönhető. Közös étkezések szoktak lenni. Nektek nem kell meghajolni? Nem, meghajolunk mi is. Voltunk. Mikor kicsik voltunk, ja, mindig voltak. Itt voltunk. Mindig épp játszottunk, hogy itt voltunk. Rég voltunk. Hogy jó, mi lájkocsarba?
De ez annyira csodálatos, hogy itt vagyunk Kőbányán, egy ilyen tökéletes kínai templomban, nem? Ez fantasztikus, annyira. Közelebb szabad menni? Csak így megnézni lehet? Nem szoktunk térinteni. Igen, nem kell. Viszont milyen finom az illat. Nagyon jók ezek a füstölők. Ezekkel a buszokkal jártatok edzésre? Nem, pont ezzel, mert ez nem arra megy. Ez kerülő, egy kicsit tovább kell sétálni, de az is egy 3 percnyi sétára van. De ahogy mondtuk, akkor a régebben általában ugye apa vitt ki minket mindig, szóval ritkán volt az, hogy mindig buszoznunk kellett volna, vagy hogy tényleg tömegközlekedése kell kimennünk reggel hajnalán, szóval általában apa vitt minket. De akkor nektek nagyon rendes apátok van. Na, hát jó, ez Kőbánya szíve, tulajdonképpen azért elég közel vagytok a... Hát nagyon közel, és ez egy gyönyörű látvány. És viszont kora reggel van, de mennünk kell, mert az egyetemre be kell menni. Mi lesz az egyetemen? Akkor átöltözünk, és akkor menjünk. Felvételi? Első felvételi megbeszélésetek? Hát az első piros pont, első jó pont. Egyáltalán bementek az egyetemre, de már felvettek titeket? Még várunk a visszajelzésre, de hogyha minden igaz, akkor fel kell, hogy vegyenek. Elhagyjuk az ébredező Kőbányát, közösségi autóval most belimózunk az egyetemre. Most vagytok életetekben először itt az egyetemen? Egyetemen voltam már, de szerintem itt az ELTE-n most vagyunk először. És ez most pontosan melyik tanszak, ahová te jelentkezni szeretnél? Ez a kínai. Keleti nyelvek. Tanszéke. Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Aztán van a fogadóbizottság, hát a fiú fontosabbak. Szia, Sauli! Ők lesznek a diákok, tévet illet, szevasz! Itt vagyunk az ELTE-n, minden épületben más tanszék van. Merre van a kínai? Kínai tanszék, az pont a Gólyavár mögött van, azt most nem látjátok. Egyébként itt is lesznek előadások, itt nagy termek vannak. De mi lenne, megmutatnám a könyvtárat? Jó, menjünk oda. Hát ti még semmit nem ismertek, nem? Ez a Távol-Kelet Intézet könyvtára. Ó, na fiúk, akkor jól nézzetek körül, ez egy fontos helyszín. Köszönöm, hogy legtöbb időnket eltölteni. Hát igen, ajánlatos egyébként. Érzed, szándék megvan? Hány pont a határ? Na, hány pont a határ? Ki ne jól mondjátok el, légy szíves. Megnéztem a ponthatárokat, az nem volt teljesen világos számomra, de szerencsére, mivel az olimpián nagyon jól sikerült szerepelni, ezért maximális pontszámot megkaptam, tehát minden iskolára tudtam volna jelentkezni. Az hány pont? Az 500 pont. De akkor mind a kettőtöknek van 500 pontja. Te még nem is most fogsz érettségizni? Most fogok érettségizni. De megvan az 500 pont. Van 500 pont. Az a bárhova lehet menni? Kérjük az orvos. Igen, kérjük az orvos. Oda még az se elég. De hát azt úgyse választanánk is. Na jó, azért műteni nem ütsenek? Tehát ez mindent menjenek filozófiára. Ez végül is mennyi kell dolgozni. Jogra, bárhova, de műteni nem ütsenek. Hát akkor ez egy nagy ajándék az élettől. Igen. És akkor de vagy meg van egy veszélye, hogy elkényelmesedik az ember, és akkor ezért nem tanul. Hát már elkényelmesedtünk. Nem, ez mindig benne van, és igazából ezért is jó egy sportnak, tehát ez is inkább motivál egy sportolót, hogy még jobb eredményeket tudjon elérni, hiszen tudja, hogy ha eléri ezeket az eredményeket, akkor az életbe be vannak biztosítva még ezek a pontok is. Úgyhogy nem tudnak bejárni gimnázium, vagy nem tudnak bejárni az általános iskolába, hiszen annyira sok edzés van, hogy egyszerűen lehetetlen összehozni a kettőt, és ez így szerintem inkább kiegyensúlyozza egymást. Hát akkor tulajdonképpen ti fel vagytok véve. Nem, mert ide 501 pont a fel. Nem. Nem, fel vannak véve, és hát nagyon örülünk, hogy a fiúk jönnek. Meg egyébként azt tudom, hogy a fiúk beszélnek kínaiul, de annak elkezdik itt az egyetemet, nagyon sok olyan információt fognak kapni, ami szerintem nagyon hasznos lesz a jövőben. Mert kínai kultúrát nagyon sokat, történelem kultúra, kínai politikába is bele tudnak majd kóstolni, tehát ez egy általános alapképzés. Ezt hadd mondjam, hogy nagyon sokat várunk a fiúktól, mert azt várjuk tőlük, hogy így motiválják a hallgatókat. Mert az történik, hogy 80 ember elkezdi, és a második évre már csak 40 lesz, az ember nem realizálják, hogy miért. Hát majd megtanítanak mindenkit korcsolyázni, aztán... Az nagyon jó lesz, szép. Aztán nem azért nem fognak hallgatni, mert megmondták, hanem eljönnek korcsolyázni. Most azokat akkor nem tudjátok elolvasni. Egy-kettőt azért. Igen? Mi az, amit el tudsz olvasni? Hát az, amelyik inkább könnyebb. De mondj egy, csak úgy mondd ki. Mondjuk a második azt tudom, az a Jin. Uh-huh. Ez így van. Van a Jung, Ar. Igen. Qi Shi. Shui. Most már is tudom. Igen, a Shui is helyes, igen.
Hát azért van egy pár, de ez most, amit mondtatok, ez nem olyan, mint A, B, C, D, Ezek szavak. Tehát minden egyes karakter egy szót jelent. Ez micsoda? Ez lássad tudom, mi van itt. Ez nagyjából sejtitek mi ez, vagy nem? Kínai, az a lejjel, hogy kínai, nagy. Szerintem. Nagy, van valami nagy? Igen, vagy csak hát nagy a könyv? Kínai nagy szó, szóter. Hát ez még csak a tartalma. Nagyon komolyan is. És ez nektek kínai? Aha. Nekem az. Semmi? Tehát, hogy, tehát az a cél, hogy mondjuk néhány év múlva a fiúk, hogyha ezt kinyitják, akkor ezt az egészet el tudják olvasni? Nem az a cél. A cél az, hogy, hogy kapjanak egy olyan képzést, ami, ami megállja manapság a helyét. Tehát manapság egyre többen akarnak kínaiul tanulni, és ugye ennek van egy gazdasági vonzata is, hogy miért. És az egyébként, a cél, bocsánat, ez titeket is motivál? Tehát van, egy ilyen titkos tervetek, hogy majd egyszer befejezitek a sportot, és 10 év múlva Kínában lesztek, mit tudom én, edzők, Kínában, sportmenedzserek. Kínában lenni hosszú ideig, az még nekünk is szokatlan. Azért nem töltöttünk el annyi időt Kínában. Ugye hetekre szoktunk menni ugye versenyek által, minden évben megyünk egy hétre. Azok nagyon nagy bulik, nagyon szeretünk menni, nagyon élvezzük, de lehet, hogy ott élni ez egy kicsit másabb dolog lenne, még nem gondolkoztunk rajta, de benne van minden a pakliba. Mennyit kell ide bejárni? Mennyit kell itt tanulni a kínai tanszéken? Minden nap kell bejárni, és minden nap kell tanulni ide egyébként. Hát az hogy lesz? Hát a fiúknak minden nap edzése van normálisan, ráadásul szerintem kettő, nem? Jó, de azt is tegyük hozzá, hogy a fiúk azért már beszélnek kínaiul. Tehát nyilvánvalóan nem az van. Ja, az elsőt átugorják? Egyből harmadikosak lesznek? Egyből megkapják a diplomát. Ja, ez a... Hát azért ez nem lesz egyszerű, de most tényleg fiúk, ti tudtok tanulni még? Tehát, hogy idő, van időtök erre? Minden nap tanulunk. Minden nap valami újat. Az élet? Az élet folyama. Nem állunk le, gépek vagyunk. Na, ez milyen tanterem? Ez a tanterem. Ja, ez a tanterem. Ez a tanterem. Ez a tanterem. Ez a tanterem. Azok a díszek mit jelentenek? Azok a piros díszek? Hát ez rendesen csomó, kínai csomók egyébként. Azt ti tudjátok? Ünnepek alkalmával szokták kirakni. De hogy mit jelent? Vagy az, vagy nálatok is otthon ki van rakva ilyen? Új évkor szokták inkább kirakni. Új év, ünnepek alkalmával, igen. Ilyen szerencsét hozó szerintem. Ugye piros a Kínában, a piros szín azt jelenti, hogy ilyen nagyon szerencse hozó szín. Tehát hogyha ugye a horoszkópok, azok ugye évente vannak, nem úgy, mint nálunk havonta. És most van a kutya éve, nem? Ne. De. Most a kutya éve van, és jövőre lesz a disznó éve, ami az én évem. Úgyhogy szinte majd... Disznó van? Én disznó. Én is. No. Én a kínem disznó. De és milyen? Fém, fa? Vagy az nem számít? De számít. Én egy fém disznó. Az a legnehezebb év a fém állítólag. Ez a legjobb. A fém disznó az nagyon jó, nem? Masszív. Nem, hanem megvisel mindenkit, hogy a fém az éve. Akkor tényleg az vagy, akkor tényleg az. És te mi vagy, Ádu? Tigris vagyok. Tigris, na az, na jó. Hát az a legmenőbb. Hát mindig a tigris meg a sárkány, nem? Tehát mindenki az akar lenni. És akkor a kutya év az most jó év lesz? Hát nem tudjuk, nekünk eddig jó volt. Hát nektek nagyon jó. Az már kutya év volt? Igen. Az olimpia, az pont beléptek. De hogy akkor igen. Léptünk be a kutya évébe, nem? Kínában ugye pont februárban van az új év. Hát ezt mondom, akkor pont a, kutya, a kutyában megkaptátok igen, az aranyérmet. És február 10-valahányadika volt, most nem tudom, hányadikára jött ki, és 22-én lettünk érmesek. Én így tudom, ezt már nektek építik? Hát mi kértük. Mi kérdezik? A téli olimpiát már megkockáztatták. Mondtuk, hogy 50-50, szóval mindent a pirosra föltettünk. Beadtuk az igényeket, és mondták, hogy srácok, ha visszajöttek, akkor lesz valami. Visszajöttünk, aztán ezt fogadod, úgyhogy nem számítottunk mi sem ekkorára. Jövőben építenek valami nagy jégcsarnokot ide? Az elég távoli jövőben lesz, egy jeges komplexumot szeretnénk építeni, ahol szinte majdnem mindenféle lehetséges korcsolyázás lesz lehetőség. Hát ugye itt most ez egy bicikli stadion, ez nem? Egy bicikli pálya, az meg egy kisebb hokis jégpálya. Egy nyitott jégpálya volt. Igen, egy nyitott jégpálya volt, most egy sátor van ott, és egy sátorban van jég a hokisoknak, de azt szeretnénk majd egybehozni az egész, egybe és egy hatalmas jégpályát szeretnénk, ahol hosszú pályázás lesz lehetőség. A hosszú pálya, az mekkora pontos? Az 400 méter egy kör.
Nézzet, akkor 200 méter, nem, 100 méter hosszú, mert 100 a kanyar, olyan, mint egy nagy focipálya. Igen, 100-100, és akkor a kanyarok 100. Hát ahhoz azért kell tér. Igen. Hát az kell egy hatalmas, és akkor a belsejében lesz a két kicsi pálya. Igen, a lesz két kis jégpálya, és állítólag a pincébe is alá is szeretnénk még két jégpályát csinálni. Úgyhogy nagyon kíváncsiak leszünk mi is, hogy hogyan sikerül majd ezt megcsinálni ezt az egészet. És de... akkor viszont lehetne olyan világversenyt rendezni Magyarországon, amiket mondjuk nézünk a tévében? Igen, abszolút, és szeretnénk, ugye vannak világkupállomásaink, azok rendszeresek, és szeretnénk, hogy az egyik európai állomás az itt legyen a következő 10 évben, minden évben. És erre van lehetőség? Tehát még így be lehet illeszteni a versenyek közé egy új versenyállomást? Én abszolút látok rá lehetőséget. Európában csak két ország szokott folyamatosan, rendszerességgel világkupát rendezni, az egyikhoz Hollandia, másik Németország. Hát akkor ebbe időben vagyunk. Igen, és tényleg, hogyha ez ki tud alakulni, akkor tényleg itt nem csak a sportolók tudnak majd élvezkedni ezen a jégpályán, hanem az átlag emberek is, akik mondjuk nyáron a 30 fokba szeretnének jönni egy közönség korcsára, és tök jól tudják érezni magukat. Na jó, menjünk be akkor. Most viszont van ez a kisebb stadionotok, vagy mi ez, gyakorló pálya? Ez egy ilyen edzőpályának hívnánk. Hány éves korotokban léptetek be itt először? 2005, 11. És mond. Jó, sávon már nem emlékszik. Na ez az öltözőtök, ez egyébként a válogatottnak az öltözőtök? Ez csak a válogatottnak az öltözőtök. 8 fiú van itt, és... Névre szóló szekrényekkel szól. 25 darab szekrény. mindenkinek van 2-3 szekrény. És akkor ez a tiéd, ezt látom, de tiéd a legdíszesebb, azért szerint te szeretsz kirakni képeket. Sávon meg semmi nincs. Én szerény vagyok. Te vagy a puritánom. Itt van a szerelmed, ugye? Igen. Elisz. A legalsó is én vagyok. A legalsó vagyok én, és a legfelső, az nem tudom. De ez melyik érved? Ez amikor megnyertem a világbajnokságot, akkor készít, és ezt a kép Tádó vágta össze. Ez te... Jó lett, nem? Igen, nem tudom. Na jó, nézzük. Oh, ez gondolom nem az olimpiai arány, nem? Ez egy óvodás, amikor az óvodás olimpiát megnyerted, akkor... Amikor kicsik volt. Ezek milyen magyar bajnokság? Országos bajnokság. Ó, hát és itt a ruha. Igen. Ez rendes versenyzőről? Ez a válogat? Ebben, igen. Mondhatjuk azt, hogy ebben nyertétek az olimpiát? Ez szerintem nem az olimpiás ruha, de ugyanígy néz ki az egész, csak egy kicsit újabb fejlesztés. Ebben is, ezeket a ruhákat is el szokták küldeni szélcsatornába, hogyan nem kap bele a szél. Ezek is tudományos munka van, igen, is széthúzod, akkor lehet látni, hogy most két réteg. Ez az a két réteg? Igen. És hogyha kifordítjuk, akkor lehet látni, hogy a belseje teljesen más, mint a külseje. Ez azért komoly anyagból készül, de ez elvileg vágásbiztos. A belső rész vagy a külső? A belső rész. Oh. Egy magunknak szoktuk érezni. Elsőszem a kohóki korikat is. Hogy elvágjam a kezed. Ez nem vág semmi. Ez tényleg nem lehet elvágni. De most rá is nyomhatna, nem merem tönkretenni a válogatott versenyezőt. Erősebben? Esküszöm, nem merem. Erősebben? Most nyomtam már. Hát ez komoly. Próbáld meg úgy, hogy ide teszed. És így vágod. A padot nem áll. Tényleg két test a pad. Indul a nagy bajnok menet. We are the champions. Ha valakit élő közvetítéssel várnak a Liszt Ferenc repülőtéren, az már valami. Teljesen új feeling volt számunkra, hiszen ilyen Már a buszban, amikor beültünk, már a kamerás mondta, hogy figyeljetek, mert most élő adás lesz. Igen, és meg a biztonságiak vártak a reptéren, úgy, mint a rendes szuperszárokat, és nem engedték az embereket odaugrani hozzánk egy autogramért vagy egy fotóért, hanem félrelökték őket, és azt mondták, hogy jöjjenek el, legyenek kedvesek, és jöjjenek el a jégpályára, mert oda hirdettük ki ezt az egész eseményt. És hogy akkora közönség várt itt a jégpályán, hogy szerintem ennyi embert még nem láttunk egyszer itt a jégcsarnokban. És akkor itt van ugye az olivői csapat, tehát Csaba is itt van, Viktor, itt vagytok kitéve. Négyen meg is kaptátok, hogy ki van egy olimpiai bajnok, 5000 méter, váltó. Igen. Ez tulajdonképpen
ez a ti edzőpályátok, és most itt mi a jégen vagyunk. Hát most ugye nincs jég, mert most beton van, de alapban igen, így néznek ki, hogyha nem lenne, hogyha lenne jég, akkor itt állnánk a jég közepén. Általában egy 6 vagy 8 cm-es vastagságú jég szokott itt, itt állni. Igen. Hát ezzel leszállhattok, ezt megnézzük. Ez most beton, ez most beton. Semmi. Ez most abszolút beton. Tehát... Itt csak ellentétes kéznáb. Úgy, most, állj be a rajt. Megmutatom a mozgást. Mi az alatt mozgás? A rajt pozíció, az, hogy egyik lábad elő van. Ide is állhatunk, mert szerintem itt a rajt van. Itt a rajt van. Egyébként ez a pálya érdekes, hogy ez nagyobbnak tűnik, mint a tévében. Most még nekünk is nagyobbnak tűnik, hogy nincs itt jég. Szóval ezek a pontok jelzik azt, hogy ez a te helyed. Ez egy versenyző? Igen. Versenyző, igen, akkor, mindig itt kell lenni. És a bíró ott áll a szivacsnak a szélén, és akkor mondja, hogy go to the start, akkor te ide állsz. Jobblábas vagyok, akkor valószínűleg a jobblábam van igen, hátul. Igen, nem, igen. Ha jobblábas vagy, akkor a jobblábad van elő. Nem. Tehát minden versenyzőnek más. Mindenkinek a bal van elő. Nem, valakinek van a jobb elő. Jó, akkor mindegy, nekem van. Ez jó, hány éve versenyeztek? Én bal lábbal kezdek, tehát majd mindjárt mondjuk, hogy behívnak a rajthoz, hogy go to the start. És akkor odalépsz a vonalhoz. Ideál mindenki. De nem léphetsz a vonalra, mert akkor kizárnak. Igen, a vonalra nem léphetsz, tehát ja. Már egy hibát. De az éle sem lóghat rá? Nem lóghat. Semmi, az egész cipőnek beljebb kell igen, lenni. Igen. Hát annyira és nem akkor, és akkor mondják, hogy ready, akkor lemegyünk egy ilyen pozícióba. És a kezed fontos, hogy így álljon? Nem, úgy áll, ahogy akarod. Úgy áll, hogy állhat így is. Állhat így is. És amikor azt mondják, hogy eldurran a fegyver, akkor a bal lábbal kilépünk, tehát ezzel ellökünk egyet, tehát egy ilyen mozdulat, és akkor már jön a jobb kéz, bal láb, igen, utána ez a következő, és akkor így megyünk végig. Mint az egész. Mint hogy csak egy futás lenne. Néz. Na várjál, megyünk. Ha jön a kanyar, ugye azt szoktuk látni a tévében, hogy mondjuk én hiába vagyok itt a szélén, de ha valahogy ügyes vagyok, akkor szokott előni, hogy bejövök egész akkor ide. Van olyan, hogy ilyeneket csinálnak, de azt már nem látod, azt a tévé már nem mutatja. Egy kis sunyiskodás van. Amikor én oda be akarok menni, akkor én akkor, a Sanyit akkor ezt csinálom? Akkor egy kicsit így meghúzod a kezét. És akkor már a belső is megfog. Meg... Én tudom ezt csinálni, hogy így megfoglak egy kicsit, ezt nem látja senki, ezt a tévé egyáltalán. Mondjuk így alakul ki a kanyarba egy sorrend. És akkor így már megyünk is tovább a kanyarba. Befejezésnél meg ugye a pengének az eleje dönt, és egy ilyen mozdulatot kell csinálni. Amikor mindenki minél nagyobbat próbál nyújtani. Igen, ezt mindig látjuk. És ilyen centiméterekkel múlik az egész. Igen. Tehát oda, és ezt külön ezt is gyakorolni kell? Gyakorolni, igen. Hogy így be, igen, ez a célvonal, és így bedobod. Igen, így kell. De arra oda kell figyelni, hogy a pengének az eleje és a hátulja nem emelkedhet meg. Így nem állhat a lábad, így nem állhat. Nem lehet így. Akkor ki mert veszélyes, igen. Nagyon veszélyes sport, nagyon nagy a sebesség. Hát 50 km/h simán tudunk menni. Hát 50, az nagyon sok, ló igen, meg 50. Igen, egy 111,12 méteres pályán azért az egész gyors. Az nagyon kanyar, gyors. Egyenes, és akkor kanyar, a legtöbb esés ugye a kanyarba van. Igen. A kanyar kimenőjébe van, meg a kanyar bemenőjébe is van, hiszen egyre veszélyesebbek a versenyzők. És... most ő bejön, mondjuk be akar jönni, az szokott lenni, hogy összeakad a korcsolyát. Nem. Hogyha én vagyok elől, és te akarsz megelőzni, akkor te vagy általában a hibás. Én nagy fogok részt. Kiesni? Hát valószínűleg te fogsz engem fellökni, és én fogok elesni. De lehet, hogy együtt esünk engem meg kizárnak. Lehet, hogy együtt esünk el. Most játszok és a nevető harmadik győz, mert igen, igen, ez a szerencsés harmadik. Most gyere, az, hogy gyere van? Nekem. De test szokott lenni a probléma, vagy a korcsolya? Test. Hosszú a test. Leginkább test. Most nekem jössz, hát akarok jönni. És akkor mi most kirepülünk. Én meg megyek most tovább. Igen. Most ő megy tovább, és akkor mi meg repülünk. Ez jó. Kinek mi volt a legdurvább sérülése? Neked? Nekem a kulcsontom tört el egyszer, ennyi volt. Itt? Aha. De az is becsapódás? Igen, az pont itt volt a kanyar kimenőben. Tehát, hogy gyakorlás közben? Igen, pont itt ezen a jégen történt, ott a kanyar kimenőben. Hú, tényleg nem is gondoltam bele, hogy edzésen is megsérülhetek, hiszen élesbe kell edzeni. Hát van, igen. Az edzések is nagy részt élesbe mennek. És neked? Nekem a legdurvább az, hogy a bokámmal voltak kisebb problémák, de azok szerencsére nem voltak nagyon nagyok. Szerencsére, hogy vágás, meg szúrás sem még nem történt velünk. Igen, úgyhogy reméljük, hogy nem is fog. És ettől fél egy korcsolyázó? Ha egyszer megválnak, akkor szerintem utána egy kicsit tart tőle, de nem lehet úgy felnemet. Most figyelj, ebben a pozícióban vagyunk, és mindenkinek egy 17 és feles milliméteres penge, egy ilyen szamuráj penge van. Tör van a lábán. Igen, volt edzésen pont itt, hogy egyik edzőtársunkat nyakon rúgták, és így teljesen így elkezdett spiccelni a... De hogy került a feje oda le? Ezt nem. Mondom, hogy ha így megyünk egymás mögött. Gondolj bele, hogy így megyünk egymás mögött,
És nekem a penge van a lábamon, és most mondjuk felrugok véletlenül. Én meg pont le, és ugye hosszabb a penge, aha. És... Van az a pillanat még nektek, amikor valóban fölfogjátok, hogy megnyertétek? Mindig nagy pillanat, és... Mert azért gondolom, közben is ezt nem tudod érezni, nem? Közben meg annyira szoros a többi más országok, igen, válogatottjával, igen, is, nem? A szintetek, ahol vagytok, hogy mondjam. Igen. Az utolsó két kör az abszolút nincsen meg, és nem is tudom, hogyan csináltam meg. És ez olyan, mint mikor amnéziában esett. Hát te voltál, ugye, aki utoljár, utolsó előttiként. Igen, megelőzte a kínait. És meg is lökte. De a lökés az még itt ez szabályos, ez kell is. A csapattársad az szabályos, át kell adnod. De hogy az, hogy te lökted meg a tesódat, tulajdonképpen te lökted a cél felé, az, hogy milyen erővel vagy hogyan löknek, az már akár a verseny kimenetelét is befolyásolja? Persze, nagyon, igen, persze. Igen. De, hogy milyen, jól lökött állul? Lehet rosszul váltani, meg lehet jól váltani is. Hát neked föl kell venned egy sebességet, hogy azonosan... Most jövök ki a kanyar kimenőből, és ő meg kijön a váltás, és így lököm meg a derekánál, megfogom, és akkor én már megyek tovább. És akkor mert neki kisebb a sebesség. Az én sebességemet átadom neki. Igen. Ez nagyon nehéz, mert el is lehet esni. És akkor utána te meglökte, és akkor az nincs meg neked, ez az utolsó két kör nincs meg, hanem mentek, és... Mikor jöttél rá, hogy te vagy az első? Az a kellett látod? Amikor beértem a cél, amikor ezt csináltam. Azt te már láttad? Azt én már láttam, Ádó is látta, és mindenki látta a csapatban. A többiek már tudták, én még próbáltam még az utolsó pillanatig is tolni, hogy nehogy itt még a vége, mert ugye nálunk a penge számít. Igen. És hogy amikor azért célba, akkor van vége a futamnak. Én addig mentem, ameddig célban nem ért a penge, és meg nem csináltam, úgyhogy én az utolsó pillanatig mentem. Ádóikat lehet látni a videón, hogy ők már akkor boldogok, amikor kijöttem én a kanyarból. Én azért mentem még utána. Igen, Ádó jött még, de a többiek se hitték el, többiek is próbáltak szurkolni, de tudod, abban a pillanatban nem tudsz elkezdeni kiabálni a csapattársának, hogy menjél már, csináld már. Ők is csak így nézték, mi visszanézel a videót, akkor lehet látni a Csabit, a Viktort meg az Állat, hogy ők is így izgulnak, hogy mi lesz, és utána kezd el mindenki tapsolni. Én is kiabáltam, talán majdnem segítettem egy akkorát, mint te az előbb. Menjünk, együnk valamit, mert... Most már kezd korogni a gyomra. Annyit korcsolyáztam, hogy csúszunk el. Egy jó kínai, tudtok? Egy jó kínai étteremben? Lefárasztott az edzés, nem? Mi szoktatok kínai étterembe menni? Mi nem nagyon szoktunk kínai étterembe menni, mert apa általában kínai ételeket szokott otthon főzni. És hogy elmegyünk étterembe, akkor általában a magyar étterembe szoktunk menni, hiszen annyi kínai kaját eszünk otthon, hogy néha egy kis változatosság kell. De amikor ilyen nagy családi születésnap, vagy akármilyen ünnepelünk, akkor általában kínai étterembe szoktunk menni. És akkor, de ti tudtok jó kínai étterembe? Persze. Majd mutatok egyet. Mutass egyet. És ott csak én leszek magyar, vagy mi hárman leszünk magyarok. Te tudsz márcikával lenni? Hogy ne tudnék. Ez egy ilyen rendes kínai étterem? Ez szerintem az egyik legelső kínai étterem, ami itt megnyílt Magyarországon. Nihao. Jó napot, nihao. De egyébként ide inkább kínaiak járnak? Hát változó, már egyre többen jönnek ide magyarok is, és egyre többen esznek itt. Nem csak kínai családok. Hát ez mondjuk, ez az igazi kínai stílus, hogy körasztal, igen, ugye, igen. És lehet forgatni, ti is így szoktatok enni? Igen, de majd feltesznek különbözőféle, amiket rendelünk, és utána de nem úgy eszünk, mint a magyarok, tehát nem az édes savanyú csirkefalatok, rizsel és rendes kínai kulturális ételek. Tudsz pálcikával enni? Hogy ne tudnék. Kérjünk neked villát és kést? Nem. Biztos vagy benne? Ez most tényleg volt egy ilyen sértés, és milyen kélyes fejjel kérdezed, hogy hát azt mondod, hogy nem, képzeld el, nagyon jól leszem pálcikával. Hát igen. Ti hogy szedtek? Tessék! Mindenki szed le magának, és akkor úgy csipegetünk. Mindenből egy kicsit eszel, és igen, akkor mindenből jut egy kicsi neked. Ez az igaz ilyen hagyományos szokás. De
De ezzel szedje, tehát hogy erre a tányérra? Ebben jön a rizs, úgy van, legalábbis mi magyarok úgy eszünk. Hát rendeltünk rizs, és így szoktuk. Egyszerűen pálcikával az kész. Ha nem gond neked. Szedhetjük kanállal is. Így. Erre kíváncsi vagyok. Ezt is minden pálcikával? Minden, az édesség nagyon könnyű, az ugye az kanállal. Az kanállal szoktuk általában. Az édesség? Nem. Ez tofu. Tofu ne forgasd az asztalt. Ja, az asztalt forgatom, persze. Fölrögtem az ugyan, hogy ez 100 napos tojás. Ettél már olyat? Ez meg tofu. De a 100 napos tojás az már egy keményebb dolog, nem? Ez jó, jó cucc. Nagyon szeretem. Finom. Ú, de jó, és ez is tofu egyébként? Az is tofu. Ezt például próbáltam. Tofu, az nehéz, próbáltam kivenni. Az a titka, hogy szépen kell megfogni, szép gyengéden, látod? Igen, én próbáltam. És ez ilyen, fel tudod szívni, de olyan tofu. Olyan, mint a zselé. Tudja, hogy? Fölszívni? Szétmálik a olyan, mint a zselé. Ezt nem tudom rendesen. Előbb milyen jól ment. Szúrt bele, úgy szokták általában, aki nem tud pálcával. De teljesen másféle tofu. Lehet szürcsölni, ez igaz? Ha szeretnél, akkor szürcsölsz. Ezek ilyen hamis városi legendák? Hogy lehet, hogy Ázsiában lehet hangosan lenni. Lehet hangosan. Nincs semmi. Így, nézek, így. Így. Uh-huh. Lehet lapáton. Hát ez nem volt hangos. És a kínai gyerekeknél, amikor azt mondják, hogy ne egyél csúnyán, az mire vonatkozik? Nem mondanám. Ilyen nem mondanám. Ilyen nem mondanám, hogy tudod, hogy magyarul fogd följebb a villát. Apának ez a végzete volt, úgyhogy mindig ránk szólt, hogyha egy kicsit hangosan is ettünk volna. Komolyan? De Ádó az nagyon hangosan szokott tenni. Na te mersz, de hogy ez nem, de mondjuk Kínában, ez nem illetlen. Nem. Tehát otthon ugyanilyen ételek voltak? Vagy amikor gyerekek voltak, azok, hogy apukátok ilyen ételeket csinálnak, anyukátok megjött a pörköltel, meg a rántott hússal? De anya is teljesen a végére már teljesen jól megtanult kínait főzni. Úgyhogy ő is nagyon jó kínai kajákat, ételeket szokott főzni. Aj, ez be is mártam, ez itt a dumplingnek a... Ez csak dísz, ugye? Ez nem kell hozzáadnom. Ez csak dísz. De jól néz ki. És ti melyik konyhát szeretitek jobban? Vagy váltogatjátok? Hát annyira hozzá vagyunk már szokott, tudod, hogy kettő között szinte semmi. A nemzetközi konyhát. És ti is tudtok főzni? Nem. Zacskós levest azt igen, de más nagyon... Új, én ezt mennyit ettem fél alkalommal. Van az a kínai zacskós levest, nagyon olcsó volt, amiben ilyen kocka alakban van a tészta belőle. Igen, igen, azt szoktuk főzni. De nem túl egészséges, nem? Az a baj, hogy versenyen csak ilyet adnak. Versenyen nagyon sokat adnak. Versenyen csak ilyet adnak, és... De miért csak ilyet adnak? Mert ezt a leggyorsabb elkészíteni, meg ez a legtáplálóbb ugye a tészta. Mármint, hogy ázsiai versenyen csak ilyet. Nem. Külföldi versenyen, mert Amerikában is volt már olyan tésztek voltak kirakva, és tényleg versenynapokon annyira nincs időnk elmenni, mondjuk így ilyen rendeset megenni, meg nincs sétvágyunk, úgyhogy gyors ilyen instant tésztát benyomunk. Igen, ahogy egész nap nem is eszünk semmit. Ezt összetrutyiztam az összeset. Próbáltam szépen fölvenni, de bocsánat. Nem vagyunk meglepődve. Tehát, hogy nagyon nehezen... Juttok normális ételhez a versenyeken? Ha a versenynap van, akkor általában úgy van, hogy előtte próbálunk kicsit többet tenni akár, és egy versenynapokon ma, hogy nem is eszünk csak ilyen táplálékkiegészítős szeleteket, meg ilyeneket. Szóval. Megjött a kacsa. Wow. Nem rendeltük túl magunkat, szerintetek? Vagy ti mindig mondom, ennyit rendeltek? Azt mondom, nagy az étvágyad, majdnem akkora, mint egy sportolóé. De ti sokat tudtok enni, most látom. Muszáj sokat tegyünk. Kajban, hogy is a párma? Azt előtte kell a kezünket megtörölni? Azt majd, ja. Utána. Most lecseréljük a tányérokat. Amikor jön egy nagyobb fogás, akkor lecseréljük. Már kész, ez a pekingi kacsa, ez milyen pontosan? Kacsa. Le kell tekerni mindenki magának. Igen, én már megmutatom, hogy kell. Ja. Vagyis én hogy szoktam, nagyon sokféle szokás van. Amikor kicsik voltunk, akkor nagyon sokat ettünk, és ugye ez volt a kedvenc részünk, amikor így előtted betolták, és akkor így... apukátok vágtak fel, vagy azt mindig értettek? Igen, ilyet sem csinált apa. Igen, ez teljesen más. Pekingi kacsát nem lehet otthon igen, csinálni, ugye? Igen, teljesen más. Egyébként gyerekkorotokban az édesapátok szerette volna, hogy korcsolyázók legyetek, vagy az anyukátok? Nem, abszolút. Azt szerették volna a szüleink, hogy sportoljunk, tehát nem az volt az, hogy mi gyors korcsolyázók szeretnénk lenni, hanem apukátok nem is tud korcsolyázni?
De, nem. Ő nagyon jól korcsolyázó. Kínában még korcsolyázik? Hát, nem között rendszeresen, de tudott korcsolyázni. És még mielőtt elkezdtünk volna rendesen korcsolyázni, de csomószor kijártunk mi is a műjégpályára, és hát apot nagyon felvágos volt. Ott, nem tanított, de nagyon felvágos volt. Úgy korizott, egy műkorcsolyázó. De mielőtt tud hátrafele menni, igen, hátrafele, igen. És akkor mutogatta magát, és emlékszem, sose fogom elfelejteni, amikor így mutogatta magát, és akkor egyszerűen megfordult, és egy hatalmasat esett. Korcsolyázást megszerettétek egyből, vagy ezzel meg kellett küzdenetek? Mi néztük, hogy milyen lehetőségek vannak Magyarországon, és pont jött a tél, és így találtunk rá a gyors korcsolyára. Befagyott az úszod, nyitott úszómedence, befagyott. És lementünk az első edzésre, és egyből beleszerettünk, hiszen te is láttad már a versenyeket. Most gondolj bele egy edzésbe, amikor 8-an vagy 10-en vagy 15-en követjük egymást, és megyünk a pályán. Tehát úgy nézünk ki, mint a kígyók. És az van nekem is az első benyomásom, hogy ez tök jó, mindenki együtt mozog, milyen szép a mozgás, és milyen jó a hangulat a csapatban. Úgyhogy egyből megtetszett, és egyből beleszerettünk ebben. De itt mi az fő vonzerő tulajdonképpen a csapaton kívül? A sebesség? Sebesség. Tehát az olyan embereknek való, igen. Akik kicsit ilyen autóversenyző, motorversenyző alkatok, hogy, vagy igen, mint az óriás műlesításban, hogy bírni kell a sebességet? Nem pont így mondanám, mert szoktunk járni gokártozni, ahol általában mind a ketten utolsók vagyunk. Hát, hogy féltek, de hogy élvezitek, vagy féltek ettől? Hát a jégen nem félünk, ott nem hiszem, hogy... Teker közben, egyet mutasd meg. Bármiféle féle nem hisz. De kell ehhez egy sebesség mámon. Igen. Ez igen, nem igen, baj, hogyha élvezik. Igen, az nem gond. Jó, úgy van, hogy a tésztát megfogjuk. Egy kevesebb szószt kell rátenni, nem kell nagyon sokat. Bekened. Én így szoktam. Csak a közepét? Hát, nagyjából. Már te miért én akkor olyan szépen végkentem az egészet. Ja, te tudod, hogy kell? Hát, ettem már ilyet, nem tudom mutatni. Pontosan. De... Kétszem uborka. Kettő? Én ehhez képest... Hát, most véletlenül pattant bele kettő. Én túl töltöm ehhez képest. Te annyit tömsz bele, amennyit szeretnél. De nem, mert ez hülyeség. Vagy ha így csinálják a kínaiak, akkor én nem kis, akarok. Egy kis hús. És akkor hogyan lehet még a végén rátenni egy kis szószt? Nagyon keveset. Attól lesz. Ez milyen szósz most egyébként? Ez ilyen... Fogalmas, és nem megkérdezzük. Édes, nem vagyok. És ja, hogy és te így eszed? Mert te hogy etted? Hát mutasd meg. Mutasd meg, hogy te hogy tudod. Szépen. Én ugye a magyar kultúra miatt palacsincsát csináltam belőle. Sőt, én ide raktam, hogy jó meg tudjam kenni. Nem vagy szégyenlős. Mert... Utána beleraktam iszonyú mennyiségű ubit, de most nem akarom megtömni annyira, és én nekem az volt a kényszerképzetem, hogy el kell érni a végéig, tudod? És hát akkor így végig te raktad? Most nem rakom végig, de hogy igen, tehát hogy én végig raktam, és mindent ilyen szépen, ez sok lesz nekül kapásból. Ez az egész kacsa itt van most? Ezt sose értettem. A csontja az nincs itt, ugye, már azt meg tudják főzni, úgyhogy hogy levesbe. Na jó, tehát ennél jobban megtömtöm, és így tekertem fel, mint egy palacsint. Az hülyeség? Nem. Csak hát kicsit, jó, de kicsit nem jobban szét van esve. És utána kiesik, és amikor fölemelem, kiesik alul a... Igen. Lehet, hogy hoztak kéztörlőt, lehet, hogy rád gondoltak, hogy... Igen. Jaj, a monigramom is benne van, Tilla ott a sarkában. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a neved? Ezt nem is kérdezni. Lucia. Lucia? Igen. Az nem kérdezni. Kínai. Igen. Komolyan? Igen. Sanyi, Lucia. Hát legalább te, mint Sávon. Hogy Lucia, ugye a tévében néztétek, amikor ők korcsoláztak a fők, azt láttátok? Igen. Igen, itt az étterembe be volt kapcsolva a tévé, lehetett, vagy otthon? Otthon. Otthon. Igen, nyugalomban. Igen. És mosolyogtál? Igen. Igen, mert csak az a kérdés, hogy kinek szurkoltál, a kínaiaknak vagy a magyaroknak? Is. Jó, hát. Igazából 2006-ban fordult komolyabbá ez az egész, amikor volt itt egy világbajnokság Magyarországon, és akkor jött a kínai csapat is, és mondta, mondta apukámnak, hogy vigyétek ki a két fiút Kínába edzeni, és nézzék meg, hogy milyen lehetőségek vannak ott. Igen, de ez csak nektek volt kiváltságotok? Tehát, ha nem kínai az apukátok, akkor ez a lehetőség hát nincs. Akkor ez nem lehetett volna ez a lehetőség. Uh-huh. Tehát ez csak nekünk volt szerencsére, úgyhogy
ez hatalmas, hatalmas puszt adott karrierünknek a során. Úgyhogy hazajöttünk onnan, és szinte minden versenyt sikerült megnyerni. De miért? Mert hogy a kínaiak teljesen más edzésmódszerekkel dolgoznak? Hát igen, teljesen... A sportoknál szoktak itt mondani, hogy más az alkat, hogy persze az Amerikában a kosarasoknál is, hogy nem mindegy, hogy más alkatod van, stb. De ti esetlenekben akkor ez pont nem igaz. Hát, amikor kimentünk, akkor tényleg egy abszolút, egy olyan más világ volt ez az egész számunkra, hisz a gyors korcsolya. Az így önmagában ugye a sebesség is, meg a fizikailag is ugye ott kell lenni a topon, de azért nagyon borzasztóan technikai sportág is. És ugye az ázsiai országok már annyira előrébb jártak ezzel az egésszel, mint az európaiak, vagy akár így tényleg a kanadaiak, vagy akár az amerikaiak. Hogy mikor kimentünk, akkor tényleg minden alapot újra kellett kezdenünk. Szóval amikor visszajöttünk, akkor lehetett látni a változásokat, és azt is, hogy mi most tényleg minden ilyen kis hazai versenyt azt meg tudtunk nyerni. Na, például tehát azok a sztereotípiák, amiket mi gondolunk, akár az országunkban, vagy Európában, az igaz? Tehát például, hogy az ázsiai ember szorgalmasabb. Igen, igen, abszolút. Ez igaz? Szerintem igaz. Szerintem megtesznek mindent, ugye, hogy elérjék a célukat, és még bennünk is, én azt érzem, hogy megvan ez, hogy szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a sikerek megvalósuljanak. Ugye azt szoktuk gondolni itt, hogy az ázsiai emberek talán nem olyan szenvedélyesek, mint a magyarok vagy az európaiak, de hát a sportban is mindenben kell szenvedély, a művészetben meg pláne. Én is úgy gondolom, és tényleg nekünk is nagyon fura az ő, az ő egész kultúrája. Én teljesen ezt érzem, hiszen mi is nagyon sok munkát teszünk bele, ők lehet, hogy ők még többet kiskoruk óta, tehát Ádó is elmondta, hogy 4 éves koruk óta már korcsolyáznak, és ők is nagyon sokat tesznek bele ebbe a sportba. És egyszer azt érezzük, hogy ha megnyernek egy versenyt, akkor nem tudnak örülni. Tehát miután megnyertük az olimpiát, mi szétszedtük az egész jégpályát, ők meg csak úgy fedették a kezüket, örültek, és mintha vége lett volna, és lejöttek volna. Tehát annakban a pillanatban vége lett volna az olimpiai bajnoki álomnak, és megcsinálták, és a következő cél. Hát én ezt éreztem. Mi meg nem akartunk lejönni a pályáról, ott örjöntünk még fél órával később is.